Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, megindító volt, ahogyan Molnár Zsolt elnök úr ismertette a többségi véleményt, és több alkalommal is kitért, hangsúlyosan az LMP állásfoglalására. Meghatódottságom ellenére elég goromba leszek, és nem fogom tudni viszonozni ezt a gesztust. Nem fogok ennyit foglalkozni az MSZP álláspontjával, hanem nézzük magát a dolgot inkább. Hiszen az 1995/125-ös törvény módosításáról és egyéb vonatkozó törvény módosításáról beszélünk, amikor ezt a TPER 4816-os javaslatot vizsgáljuk. Ahogy az indoklásban is szerepel, ugye egy belső átalakításnak a jogi következményeit kellett itt most pontosítani és rögzíteni a vonatkozó törvényi helyeken. Ebből következően, hogy a katonai felderítő hivatal és a katonai biztonsági szolgálat, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat néven egyetlen egységet fog képezni, nagyon nehéz megjegyezni ezeket az intézmény neveket egyébként, és ugye maga az indítvány a nemzetbiztonsági szakszolgálatot is említi, ugye különösebben erre nem tér ki, de valószínűleg nem is meghatározó, hiszen a technikai és egyéb szolgáltatásbeli hátteret fogja jelenteni feltehetőleg ez az intézmény. No már most itt az érvek között, hogy az teljesen természetes, hogy miért szükséges jogszabályba önteni egy ilyenfajta átalakítást. A kérdés ott vetődik föl, és úgy vetődik föl, hogy miért volt szükség erre az átalakításra. Ezzel kapcsolatban ugye két fő érv fogalmazódott meg, két fő indok, szakmai, hatékonyságbeli és költségvetésbeli indokok hangzottak el. Ki fogok majd térni a szakmai indokok elemzésére is, de itt az időzítés kérdése vetődik fel élesen. Hiszen ezek a szakmai megfontolások, amelyeket elmondott a miniszter úr is, azok a szakmai megfontolások, amelyeket államtitkár úr is elmondott a bizottsági ülésen, ezek nem új keletűek. Ezek léteztek. A hatékonyságra, az összehangoltságra, a párhuzamoságok elkerülésére való törekvés, ez nem egy új sütetű szakmai elképzelés, ezek már akkor is létező érvek, megfontolások voltak, amikor ezt a fajta szerkezeti struktúrát ugye a kormány megalakításakor kialakította az új kormányzat. Tehát semmi olyan eseményre nem emlékszem, sem a közelmúltból, sem napjainkból, amelyek azt mondanák, hogy, és azt indukálnák, hogy na most kérem szépen nem lehet tovább halasztani ezt az átalakítást szakmailag, mert olyan új szakmai szempontok vetődtek föl, hogy immáron ez elodázhatatlan. Marad, ja és természetesen ugye elhangzott itt a szövetségi rendszeren belüli kötelezettségvállalásainknak az érve is, nevesül ugye a NATO-n és az EU-n belüli különböző feladataink, az sem most alakult ki, tehát az is már létező közeg volt a kormányváltás idején is. Tehát akkor marad ugye a költségvetés, mint indok és mint meghatározó szempont ennél az átalakításnál, amire én azt mondom, hogy méltánylandó. Méltánylandó, mert ebben a helyzetben, amiben a mai magyar költségvetés van, bizony minden forint, minden megtakarítás támogatandó és támogatható. Annak az elemzésében most nem mennék bele hosszadalmasan, hogy ez a helyzet, ez a költségvetési helyzet, ez hogyan is állt elő Magyarországon, mert az egyéb területeket is érintene, és egyébként párhuzamosan zajlik a költségvetés vitája, ahol erre mód és alkalom nyílik, hogy ezt kifejtsük. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy mégis az ilyen természetű átalakítás, amely megtakarítást, értelmes megtakarítást eredményez, akár még horribile dictu az ellenzéki pártok részéről is támogatható. Persze felvetődik ez a kérdés, hogy ez a bizonyos összeg, amit az összevonás megtakarításként eredményez, ez az összeg, ez hova kerül, mi lesz a sorsa? Jó lenne erről pár mondatot hallani, hogy hol kerül felhasználásra, és ha nem túl indiszkrét a kérdés, akkor azon belül is milyen területeken fogjuk viszont látni, melyik fejezetben. A következő, ugye itt az elbocsátások 217 főről beszélünk, valóban ezt mi is hallottuk. Bocsánat. És azt is tudjuk, ugye, hogy főleg az adminisztrációban vagy a bürokráciában dolgozók és kerülnek ugye, ki ebből a rendszerből, és főleg be nem töltött helyek szűnnek meg. Azért itt mégiscsak egy kényes területről van szó, tehát nem tudom pontosan
hány olyan fő lesz, akit effektíve, tehát ténylegesen elbocsátanak, de egy nagyon kényes területről történik az elbocsátás. Tehát itt azért ennek az egyéb kockázataival is számolni kell, mert hát nem egy könyvelőirodából, abban ott is megvannak ugye a kényes területek. Tehát ezt itt megint jól néhány megnyugtató mondatot hallani. A költség megtakarítás a műveleti területet nem érinti, hogyha jól értelmeztem, vagy a műveleti kiadásokat sem érinti, hogyha jól értelmeztem ugye a bevezetőt. Ez egy rendkívül fontos dolog. Hiszen hogyha ott is kiadás csökkentés jelentkezik, tehát az operatív feladatok, a műveleti feladatok ellátásánál, az valóban felerősít minden olyan érvet, amelyeket itt képviselőtársaim ugye szakmai aggályként, sőt, ennél borulátóbban fogalmaztak meg. Most egy kicsikét nézzük ugye a szakmai érveket. Nemzetközi példákra hivatkozik az anyag, indoklásban is, és ugye a előterjesztő expozéban is hallhattunk erre való hivatkozást több alkalommal. Én ezt elfogadom. Valóban, hogyha megnézzük a nemzetközi gyakorlatot, akkor ez egyáltalán nem ördögtől való ötlet, hogy egy szervezeti egységen belül irányítják ezt a két területet. Ez csak egy ilyen pikét megjegyzés mellette, hogy jó lenne már ezeket a nemzetközi példákat eldönteni, hogy mikor, mire használjuk. Tehát néha hivatkozásként támaszkodunk rájuk, néha pedig szabadságharcot folytatunk ellenük, de ez most csak egy ilyen ironikus kitérő volt. Itt valóban nem elvetendők ezek a példák, csak jelzem egyébként, hogy mind a két fajta megoldásra vannak példák. Mind a kettőre vannak példák. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a két alapvetően különböző tevékenység, tehát a hírszerzés, felderítés és az elhárítás egy irányítási rendszeren belül megítélésem szerint elfér. De itt alapvetően nem arról van szó, nagyon lebutítva és egyszerűsítve a dolgot, hogy itt most akár egymás helyett végzik a teljesen különböző tevékenységet. Tehát az a fajta műveleti önállóság megmarad, ami a normális, hatékony, egyébként oly dicséretes működéshez feltétlenül szükséges. Tehát ez a fajta átalakítás nem hiszem, hogy erre irányulna. Természetesen még egyszer mondom, hogy a működés összehangolásának éppen az eltérő jelleg miatt megvannak a korlátai, tehát itt kell rendkívül szakszerűnek lenni, és nagyon pontosnak, akár az irányítás technika, a feldolgozás és minden egyéb tekintetében is. Szerepel egy olyan kitétel, azt hiszem a HM-nek a honlapján, ahol, de ezt megemlítettem bizottsági ülésen is, ahol expedíciós műveletekről beszél. Ezt én nem tartom szerencsés fogalomnak ezt alkalmazni. Tudjuk ugye, hogy a külföldi kötelezettségvállalásokról beszélünk. Feltételezem és nagyon bízom benne, hogy a tárca nem forgat a fejében expedíciós hadműveletek kezdeményezését, mert az egy nagyon érdekes nemzetközi helyzetet eredményen. Szerintem ez csak egy szerencsétlen megfogalmazás. A misszió sem túl jó, mert ott meg ugyanak rögtön vallástörténeti vonzatai lehetnek. Ami rendkívül fontos, a lehet más a politika szempontjából is, és ezt hangsúlyozzuk, hogy nem csökkenhet azoknak a katonáknak a biztonsága, akik a nemzetközi szövetségvállalások keretében akár külföldön teljesítenek szolgálatot. Itt ugye a hős magyar katonák vére is szóba került egy kicsikét patetikus megfogalmazásban, de valóban ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát egy árnyalattal sem gyengítheti, sem a felderítés hatékonyságát, sem ezeknek a katonáknak a biztonságát, mert akkor valóban rögtön vissza kell vonni az egész elképzelést. A következő, amit itt már előttem teljesen más összefüggésben Straut Gábor említett, jó lenne most már végképp eldönteni, hogy a terrorelhárító központ működését azt milyen szervezeti rendbe akarja beilleszteni a vezetés. Hiszen itt is ugye a második szakasz H pontjában ugye átemeli a terror cselekményekkel kapcsolatos felderítési és egyéb kötelezettségeket az új szöveg is. Tehát ezt akár úgy is lehet értelmezni, és ebben nincs rossz májuság, hogy még mindig nem egységes az elképzelés és a szabályozás a TEK működését illetően és a feladatkörök elosztását illetően sem.
Hogy magáról a TEC-ről mi a véleményünk, ezt elmondtuk arról a vitában annak idején, amikor ugye ennek a megalapításáról szó volt, de hát itt egy kicsikét a szétforgácsolódás jeleit látjuk, és nem annak a fajta koherens szabályozásnak a jeleit, ami mondjuk egy ilyen feladatú vagy ilyen természetű szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Tehát ennek a szabályozása, azt gondolom, átlátható és valóban irányítás technikai szempontból is elfogadható hatékony módon elodázhatatlan lesz. Ami igazán nagy kérdés, ami felvetődik, hogy ez a fajta átalakítás, ami mögött mi is meghatározóan költségvetési indokokat látunk, ez most a tárcán belüli reform és spórolás, vagy pedig a szolgálatok egészét érintő átfogó reform első lépése. Az én megítélésem szerint ez az igazán kardinális kérdés. Ugye mind a kettőnek mások a következményei. Ha ez az átalakítás, ez az integrálás megáll a tárca belső kompetenciáján belül, akkor azt lehet mondani, hogy végül is igen, elfogadható, értelmes, hatékony. Az sem kizárt, hogy esetleg újra gondolja a kormányzat egészen, egyfajta tárcaközi egyeztetés vagy kormányzati akarat, ból kifolyólag, hogy az szolgálatok egészének a működtetését újra kellene gondolni. Voltak ezzel kapcsolatos dilemmák, ugye még a legelején, hogy akkor milyen tárca fennhatóság alá melyik szolgálat kerüljön. Akkor viszont, akkor problémás az ügy, mert látni kellene annak a koncepciónak legalábbis a vázlatát és fő irányait, amiben beágyazódik egy ilyenfajta reform a katonai szolgálatoknál. Ezt én most nem tudom megválaszolni, miniszter úrtól kérem erre a választ, hogy melyikről is van szó a kettő közül, mert más-más következményei vannak szerintem szakmailag is, és természetesen a politikai hozzáállást illetően is. Summa-summarum összegezve, igen, megvannak az aggályaink, föltettem a kérdéseket is, de ami a szövegben nem szerepel, azzal kapcsolatban én nem szeretek vizionálni. Nem vagyok látnok, hogy így pontosan előre vetítsek mindenféle olyan eseményeket, amelyeket egyébként a szöveg nem indukál. Kormányzati tapasztalat sincs az LMP mögött, ami miatt ilyenfajta gyanúk fölvetődnének. Természetesen láttunk már karonvarjút, és a másfél év is elég sok mindenre elég volt. De ebben az esetben azt mondom, tárgyszerűbb, korrektebb és politikailag is védhetőbb, ha abból indulunk ki, hogy nézzük. A vitában, akkor az LMP horribile dictu támogatni fogja ezt a módosító javaslatot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Írásban előre bejelentkezett még a Jobbik képviselőcsoportjából Németh Zsolt.